Nak. Úgyhogy köszöntsétek az ügy feltárásában élenjáró Hídvégi B. Attilát! Sziasztok! Justitia Regnorum Fundamentum, az igazság a birodalom alapja. 10 évvel ezelőtt kaptam ezt a kitüntetést, ezt a jelmondatot viselő díjat egy igazi államférfitől, egy példaképtől, aki a kisebbségek jogvédelmének utolsó bástyája volt. Ma már nincs önálló ombudsmanunk, nincsenek hivatalaink, intézményeink. Nincs hangunk, nem tudjuk közvetíteni akaratunkat. Eszközként, használati tárgyként kezelnek, és bűnbakkereséskor pedig újjal mutogatnak ránk. Én újságíróként az igazságért harcolok. Én vagyok a kilátástalanok, a reményvesztettek, a meg nem hallott emberek lelkiismerete és szónoka. A mélységből kiáltok. Onnan, ahová nem jut el az igazság. A cigánytelepek viskóiban vegzáló ezrek, a falvak mélyén nélkülözni kényszerülő százezrek hangján kérdezem, miért gondolják az állam vezetői azt, hogy 600 év alatt nem tudtunk integrálódni? Miért merül fel kétség, hogy erőforrásként vagy tehertételként tekintsenek ránk? Miért fordul meg egy államférfi fejében, hogy szétosszon minket Európában? Miért vonja kétségbe bárki is, hogy közös történelmünk során a cigányok is életüket és vérüket adták ezért a hazáért? Miért kényszerülnek arra otthonaikból elűzött emberek ezrei, hogy új hazát, boldogulást keressenek? És miért a cigányságot okolják a Fidesz kétharmados győzelméért? Nem minden cigány szavazata megvehető. Nem minden cigány adta el állampolgári jogát egy szatyor krumpliért vagy néhány ezer forintért, mint ahogy az összes nyugdíjas sem adta el szavazatát Erzsébet utalványért vagy gázár csökkentésért. Azoknak, akik azt hiszik, hogy a romák szavazatán múlott az ellenzéki győzelem, azt üzenem. Itt az idő komolyan venni a romákat, nyitni feléjük, mert különben nem marad más, mint hogy a cigányság felkészült, hiteles emberek vezetésével valós, önálló politikai erővé tömörüljön. Mondjuk ki bátran, nézzünk a tükörbe, hogy a baloldal magára hagyta a romákat, nem tekintette partnernek őket. Hát ne csodálkozzunk! A 2018-as választáson megdőlt a 28 éves téveszme, hogy a cigányok nem vesznek részt a szavazáson. Tudatos, elkötelezett és megfélemlített választók a teljes társadalomban voltak és lesznek. Az általánosítás, a kollektív bűnösként való beállítás viszont csak szélesíti az árkot, nem mutat jó irányt ahhoz, hogy közös országot építsünk. Ha erős és büszke európaiak akarunk maradni, akkor változni és változtatni kell. Április 8-a sok tényre rámutatott. A választások eredménye kiúzarította, felébresztette az embereket. Újra kell építeni az emberek bizalmát, meg kell hallani a hangjukat. Nem elég 4 évente, néhány percre találkozni egy közösséggel. A kormányzati propaganda, a gyűlöletkampány ellensúlyozásaként vigyük el az ország legtávolabbi szegletébe a valódi kétharmadhoz az igazságot. Oda, ahová csak a szűrt és a jól átfésült információk juthatnak el. Mi vagyunk a jelzőtüzek, hát cselekedjünk is eként. Le kell győznünk a társadalmi közönyt, azt a beletörődést, ami tapasztalható. Fel kell ébreszteni az embereket az apátiából.
Ez egy hosszú és küzdelmes munka valóban, de csak így lehet újjáépíteni az országot. Így lehet megmutatni, hogy mi vagyunk a többség! Kedves barátaim! Öngyilkos küldetés ma bátornak, merésznek és harcosnak lenni. A szabadságnak ára van. Mindenki fizet érte, ki így, ki úgy. Még akkor is, ha az csak lemondással jár. A szabadság áldozathozatalt követel. Ma azoknak van becsülete, akik a köztörvényes bűnt, a lopást szabálytalansággá keresztelik, és akik a közpénzt egyszerű zseppénzé alakítják. Ma azok a tisztességesek, akik leplezik a bűnt, akik pártolják a bűnösöket, akik nyíltan, szemrebben és nélkül hazudnak, de ezt nem hagyhatjuk! A cigányokra kapott uniós milliárdok haverok zsebébe vándorol. A hatóságok pedig 3 éve aktatologatáson kívül nem tesznek más. Ezt nem hagyhatjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Nem hagyjuk! Olyan emberekre bízzák a cigányok képviseletét, aki 20 évesen nagy valószínűséggel egy börtöntagozaton fejezte be az általános iskoláját, miközben diplomás, nyelveket beszélő, tenni akaró fiatalok százai állnak sorban, hogy az angliai mosogatás helyett idehaza érvényesüljenek. Hát nem hagyhatjuk! Nem hagyjuk! A kegyelmes úr zsarnoksága, a kézzel vezérelt országos roma bűnszervezet sötét árnyéka egész országunkra ráterepül. Ha pedig szóvá tesszük az igazságot, minket fenyegettek börtönbüntetéssel! Veszélyben van a független sajtó. Temetjük a sajtó szabadságot, de vajon mikor temetjük az újságírást? Vajon mikor temetjük majd magukat, az újságírókat? Mikor fordul elő hazánkban is, hogy egy autóbaleset vagy egy eltévedt golyó akadályozza meg a tények nyilvánosságra hozatalát? Ezt a pillanatot nem várhatjuk, nem kívánhatjuk, nem hagyhatjuk! Ma néma szószólók képviselik az érdekeket. Ott ülnek a törvényhozás díszes épületében, ahonnan kitiltják az újságírókat és teljes szerkesztőségeket. A luxusvillák, vadászkastélyok ablakából, a jachtokból, a magánrepülőgépek fedélzetéről nem hallani az kilátástalan emberek jajkiáltását. Hírhamisítók zúdítják arcunkba napjában többször a hazug propagandát. Állítsuk meg a közmédia jogszerűtlen, egyoldalú és elfogult működését. Csatlakozzon mindenki a Magyar Újságírók Szövetségének petíciójához, az ahang.hu oldalról letölthető levelet pedig tömegesen küldjük el az MTVA vezetésének. Követeljük a kiegyensúlyozottságot. Ne hagyjuk, hogy minket újságírókat, akik a nép hangját, szemét és fülét képviselik, elnémítsanak. Nem hagyhatjuk, mert kell a magyar hang, kell a magyar nemzet, kell a nép szabadsága, és kell a romáknak is az önálló sajtó. Ellenállásként teremtsük meg mi, magunk, saját erőnkből és saját forrásból saját szócsövünket, bátorságunkkal, elhivatottságunkkal ébresszük fel a lelkiismeretet, a tenni akarást, a cselekvésre szólítsuk fel pedig a kétharmadot, a valós kétharmadot,
mert Magyarország nem csak 2.800.000 szavazópolgár hazája. A kirekesztés és a megbélyegzés nélkül újult erővel, összefogással, a magát romáknak valló embertársainkkal közösen harcoljuk ki a kiszámítható jövőt, és küzdjünk az igazságért, mert az igazság lesz, és az is marad a birodalom alapja. Én így cselekszem, mert ember vagyok, európai, demokrata, öntudatos polgár, büszke és bátor roma, és nem hagyom, hogy senkiként kezeljenek. Ki se hagyjátok!